37 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án a hajnali órákban robbanás történt a Csernobili atomerőmű 4-es reaktorában, amelyet a történelem legsúlyosabb nukleáris baleseteként tartanak számon. Most újra Ukrajnában található atomerőművek miatt aggódik a világ, különös tekintettel a Zaporizsjaira, amely körül súlyos harcok dúlnak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egyik volt vezetője szerint a helyzet még egy fokkal rosszabb, mint 1986-ban. Bizonyos szempontból a helyzet még rosszabb, mert ezek szándékos emberek által végrehajtott támadások, amelyektől nagyon nehéz megvédeni egy atomerőművet, ha a lövedék rossz helyre csapódik be. A tetejébe egy atomerőmű állapota az idővel magától is romlik, és nincsenek tartalék alkatrészek. Szóval, ha mindezt számításba vesszük, úgy látom, hogy nem a jó irányba tartunk. Az atomenergiával kapcsolatos fenntartások megmaradtak, ennek ellenére Európában több ország is alapvető szerepet szánt az atomerőműveknek. Franciaország az áramtermelés kétharmadát, Belgium és Szlovákia több mint a felét ilyen módon termeli. Németország viszont az ukrán háború okozta energiaválság ellenére is kitartott az atomenergia korábban elhatározott kivezetése mellett, és áprilisban bezárta az utolsó reaktort. Ez eléggé elítélendő lépés, amikor Németország még mindig ennyire függ a fosszilis energiahordozóktól, véli a Nukleáris Energia Világszövetség szóvivője. Ha körülnézünk Európában, Franciaország új erőműveket épít, az Egyesült Királyság új reaktorokat tervez, Lengyelország az első reaktorait tervezi, Hollandia és Svédország, sorolhatnám. Nagyon sok európai országban új reaktorokat építenek, vagy elhalasztják a meglévő reaktorok kivezetését. Németország egyedül van az álláspontjával, szerintem nagyon rossz döntés, hogy kivezetik az atomenergiát, és fosszilis energiával helyettesítik.